Ugye most a hírek rengetegében, és különösen azoknak a híreknek a rengetegében, amelyekre az ember felkapja a fejét, úgy mint háború, úgy mint szankciós politika, úgy mint inflációs adatok, azért kicsit elbújik ennek a konferenciának a híre, és szeretném, hogyha egy kicsit többet megtudhatnánk arról, hogy mi ez a szervezet, amelyiknek most a különböző reprezentánsai ide érkeznek Magyarországra, mivel foglalkozik, miért jelentős az, hogy ezt a rendezvényt most itt megtarthatják. A CPEC, a Konzervatív Politikai Akció Konferencia, hogy talán ön is utalt rá a felvezetőben, valóban Amerika legnagyobb konzervatív, jobboldali jambolia seregszemléje. Ennek van egy kinti szervezője, amerikai szervezője, az Amerikai Konzervatív Unió, akikkel mi nagyon jó viszonyt, a partnerségi viszonyt alakítottunk ki az elmúlt években, és ők még sose hozták el ezt a rendezvényt Európába. Ugye ez kint Amerikában valóban egy hatalmas nagy durranásnak számít. Valamennyi republikánus elnök, aki éppen hivatalban volt, részt vett ezeken a konferenciákon a 70-es évektől elkezdődően, Ronald Reagan-től kezdve, és a ottani jobboldali politikusok, influencerek, megmondó emberek, beszélő fejeknek a óriási döntő többsége és legnevesebbjei részt vettek és vesznek ezeken a konferenciákon, és voltak már nemzetközi CPEC-ek korábban, Ázsiában, Dél-Amerikában, de Európába még nem érkezett el ez a rendezvény. Egész egyszerűen nem találtak olyan helyszínt a kontinensen és olyan politikai családot, amely befogadhatta volna a CPEC-et, vagy mondhatnám azt is kis hiúsággal, amely méltó lett volna a CPEC-nek a megtartására, befogadására. És látható az, hogy a magyar konzervatívok, a magyar jobboldalnak a sikere az annyira nagy és annyira hangos, hogy ha már a Holdról is látható, ugyebár akkor bizonyára felfigyelnek rá Amerikában is, és ezért választottak szerintem többek között minket, illetve Magyarországot, hogy megtartsuk ezt a rendezvényt, és azt is mondhatnám igazából, talán csak tényleg némi költői túlzással, hogy a nyugati civilizáció egyetlen reménysége, és egyben legsikeresebb politikai mozgalmam a magyar jobboldal. Még annyiban engedjen meg, hogy reflektáljak a kérdése elején elhangzottakra, hogy ugye most milyen sok különböző veszély és egyéb politikai fennforgás tarkítja a világot, és az iszonyatos háborúnak az árnyékában is vagyunk, amit a szomszédban zajlik. Azért azt kell ebben az esetben szerintem aláhúzni és látni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy itt a magyar jobboldal most egy nagy nemzetközi jobboldali vagy konzervatív konferenciát tart, hanem pontosan azért tartjuk ezt meg. Mert azt látjuk, hogy a különböző veszélyek jelenléte, a liberális oldal az továbbra is gőzerővel dolgozik az ideológiai projektjein, továbbra is gőzerővel csinálja azt az ármánykodást, akár jogállamisági eljárások, akár Magyarországgal szemben kilátásba helyezett Európai Uniós pénzügyi szankciók képében, amelyet korábban is csinált. És egész egyszerűen még egy ilyen nagyon nehéz geopolitikai, világpolitikai helyzetben is, hogyha a balliberális oldal nem hagy fel az ideológiai nyomás gyakorlással, akkor ezzel szemben védekeznünk kell, és ennek a védekezésnek, illetve mondanám ezzel, hogy ellentámadásnak lesz az egyik szimbóluma majd szerintem a CPEC jövő héten. Szimbólum lesz, vagy azért tevőleges eredményeket, lehetőségeket is vár, akár a CPEC amerikai szervezőgárdája, akár itt a magyarországi szervezők ettől a konferenciától? Én mindig azt szoktam mondani az ilyen konferenciáknál, hogy a szavaknak következményeik vannak, és a szavaknak súlya van. Tehát hogy nyilván idézőjelben kell hangzani ezen a jövő heti május 19-i, 20-ai konferencián, de hát egyrészt lesz ezeknek a beszédeknek, hogy minél megemlítem, hogy kik fognak azért eljönni. Lesz szerintem egy nagyon erős, jelképes, szimbolikus hatása, mert olyan személyek fognak beszélni. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökét volt amerikai elnökjelöltekig, Rick Santorumig, európai pártvezetőkig.
akik személyükben testesítik meg azt a konzervatív jobboldali reményt, amiről az előbbiekben beszéltem. Másfelől pedig azért van egy ilyen konferenciának, egy ilyen összejövetelnek, egy ilyen dzsemborinak, most ilyen utilitarista módon fogalmazva haszna, mert kiváló alkalmat nyit, illetve kínál a hálózatosodásra. Ugye a liberálisok ezt már hosszú-hosszú ideje professzionálisan művelik, hogy egy nemzetközi hálózatot építenek ki, ismerik egymást, tudnak egymástól, és amikor akció szükséglet van, akkor segítik is egymást, nemzetközi szinten összefognak, és együtt tudnak mozogni. Ebből a szempontból nem szégyen szerintem a profiktól tanulni, azzal a különbséggel persze, hogy mi jó cél érdekében szeretnénk együttműködni, a liberálisok pedig rossz cél érdekében működnek együtt, de hogyha itt lesznek a világ vezető jobboldali személyiségei, konzervatívei, mondom, akár politikusok, akár politikán kívüli újságírók, megmondó emberek, influencerek, és ezek megismerkednek egymással, leginkább megismerik a, mondjuk azt, hogy a magyar modellt, hogy a magyar jobboldal hogyan tudott ennyire sikeres lenni, megvalósul egy ilyen kis, hogy mondjam, céges szakzsargonnal élve know-how csere, akkor azt haza tudják magukkal vinni. És szerintem többek között ettől is fél, vagy ezért is frusztrált a liberális oldal, mert látják az általánosságban a jobb oldalon, hogy megindult a nemzeti erőknek egy ilyen eddig lehetetlennek gondolt nemzetközi együttműködése, egy információcsere, egy tudáscsere, és nagyon félnek attól, hogy ez a magyar példa, a magyar know-how, a magyar politikai tudás, az elterjed a világban, vagy legalábbis nyugaton, és máshol is esetleg meg tudják azt valósítani, amit a hazai jobb oldalnak sikerült. És erre a know-how cserére, tudás cserére, hálózatépítésre lehet kiváló alkalom. Egy olyan konferencia, ahol mondom, idézőjelben csak beszédek hangzanak el. Ugye ez már csak nem fél évszázados múltra tekint vissza ez a rendezvény, természetesen a tengeren túlon, ahol elindult a kezdeményezés. Vélhetőleg a tudást nem csak innen viszik majd el az itt jelenlévő felszólalók, vendégek, hanem mi is kaphatunk akár mondjuk abból a fél évszázados tapasztalatból, amit Amerikában már összegyűjtöttek. Milyen eredményeket, milyen látványos eredményeket látnak az amerikai konzervativizmusban önök, ami vonzó lehet itt Magyarországon? Az amerikai konzervatívok, az amerikai jobboldal számos tekintetben azonosságot, hasonlóságot, persze számos tekintetben különbözőséget is mutat az európai vagy éppen a magyar jobboldaltól. Ami az utóbbit illeti, hogy miben különbözik, vagy talán inkább azt mondanám, hogy mivel van rosszabb helyzetben a jelenlegi politikai arénában vagy körülmények között, az mindenképpen az, hogy Amerikában is már, de Nyugat-Európára is ez jellemző, egyre inkább csökkenőben van a szólásszabadság, a szólásszabadságnak a lehetősége. Pont abban a nyugati világban, amely magát már a fősodrat, a mainstreamje liberálisnak hirdeti, és szabadban a különböző emberi jogokért küzd, pont ott a politikai korrektség miatt egész egyszerűen azok a természetesnek gondolt értékek védelme érdekében felszólaló politikai mozgalmak sok esetben már elnyomottnak érzik magukat, akik pusztán ki szeretnének állni a nyugati civilizáció zsidó keresztjén hagyománya, a haza fontossága, a nemzeti identitás fontossága az állami szuverenitás mellett, vagy éppen a gyermekvédelem mellett és a családok védelme mellett. Ezt Nyugat-Európában és Amerikában is meglehetősen erősen megpróbálják korlátozni, úgy a közösségi média területén, ezt jól látjuk, hogy különböző gyűlöletbeszédre hivatkozva nagyon sok platform egész egyszerűen tiltja a gender ideológiával szembe menő tartalmakat és megszólalásokat, amelyek pusztán egyébként arról szólnak, hogy nem biztos, hogy 4-5-6-7 éves gyerekeknek azt kellene tanítani, hogy mi a transzneműségnek a lényege, de nyugaton ezt már nagyon sok helyütt gyűlöletbeszédnek fogják fel. Tehát csak arra akartam utalni, hogy ami nagy különbség van hazánk és a
hogy az angol mondja, rest of the world, tehát a világ maradéka között, az az, hogy nyugaton nagyon sok esetben ezekről a konzervatív témákról már nem lehet beszélni. Nem is konzervatív témák, ezek inkább talán a természetes értékeknek a védelméről van itt szó. Ezekről nem lehet már nyitani és szabadon beszélni. Szemben Magyarországgal, ahol mind a két oldal továbbra is el tudja mondani a különböző témákról a véleményét. És ezért szerintem nagyon nagy élmény lesz majd jobboldali konzervatív nemzetközi szereplőknek, hogy itt szabadon felmernek egy színpadra, és ezeket elmondhatják szemben sok egyéb nyugati országgal, amiben viszont értelemszerűen előrébb tart az amerikai jobboldal, vagy az amerikai konzervatív mozgalom, az előbb említett hálózatosodás. Tehát az a képesség, amit azért a 70-es, 80-es évektől fogva az amerikai jobboldal már művelést csinál, hogy egy nagyon erős háttérbázis, nagyon erős szellemi holdudvart, nagyon erős kulturális vonzáskörzetet alakít ki a pártpolitikai republikánus mag körül, és ezt akár a médiában, akár a kultúrában, akár bármilyen más társadalmi alrendszerben utána használja, és megpróbálja kamatoztatni. Ez az, amivel Magyarország is óriási nagyot lépett, szerintem a magyar jobboldal nagyot lépett előre az elmúlt években, de talán itt még van olyan pont, ahol tanulhatunk az amerikaiaktól. Itt ugye nem csak Magyarország a kérdés, hanem ha már ugye említettük az elején, hogy Európában most először jön el ez a konferencia sorozat, akkor gondolkodjunk európai léptékekben. Ez a hálózatépítés megvalósulhat-e, vagy ezeknek a csíráknak a kezdeményeit láttuk-e itt az elmúlt években európai szinten? Igen, szerintem ez egy kifejezett cél, hogy még egy jelenlegi, mondom, nehéz geopolitikai, biztonságpolitikai helyzetben is a jobboldali erők az együttműködésről, az együtt erő vagyunk szerteszék gyöngesség eszméjéről ne feledkezzenek el, mert azt jól lehet látni, hogy az egyetlen ellenszere ennek a progresszív, liberális gőzhengernek, ami megpróbálja egy birodalom, vagy egy ilyen kulturális imperializmus módjára leuralni a nyilvánosságot és a közbeszédet, ennek az egyetlen ellenszere az, hogy mi konzervatívok, jobboldaliak Lisszabontól Rigáig összefogunk és együtt erőt mutatunk. Ebben segít, és ebből a szempontból még hálásak lehetünk is a haladároknak, az, hogy láthatóan túltolták a biciklit, már a túloldalon a liberálisok. Tehát, hogy folyamatosan annyira erőszakosan próbálják meg a saját témáikat, a multikulti imádatát, a migrációnak az erősítését, az állami szuverenitásnak a lebontását, a nemzeti identitás lebontását nyomni, és most legutóbb a gender ideológiát, kvázi hivatalos ideológiává tenni, hogy ez nagyon sokaknál akik egyébként politikailag nem biztos, hogy aktívak lennének, vagy nem a jobb oldalra sorolnák magukat, kiverte a biztosítékot. Talán ez a gender ideológia és a gyermekeknek a gender ideológiával való megfertőzése volt az utolsó csepp a pohárban, és ezt Európa szerte egyre többen látják, és látják azt is, hogy Magyarország ezekben a témákban, akár gondoljunk a migrációra, akár gondoljunk a gender ideológiának a kérdésére, mert a gender ideológiával szembeni harcra, elnézést, élen jár. Mondhatnám azt is, hogy a magyar jobboldal felismerte azt, hogy egy demokrácia az nem csak liberális lehet, és erre láthatóan mások is nagyon sokan kíváncsiak. Az, hogy itt most felállt egy új országgyűlés, az önmeglátása szerint, illetve az, hogy itt állítólag egy új világrend formálódik az orosz-ukrán háború farvizén, nem is tudom, hogy fogalmazhatok-e ilyen csúnyán, az ön hogy látja, egy lehetőség lehet az konzervatív eszméknek az újraélesztésére, a nagyobb térnyerésére, vagy pedig egy fokozott kihívás megint a keresztény értékrendnek? Hát nagyon nehéz megmondani most, hogy mi lesz ennek az egész tragikus háborúnak és az orosz agressziónak a vége, mikor ér véget, és mit lesznek a következményei.
Talán inkább most annyit lehet megállapítani így mondjuk azt a meta szinten, hogy inkább egy visszarendeződésről van szó, amennyiben bizonyossá válik az a mondás, hogy a történelem vége az nem egy valós tétel. A történelem nem ért véget, azok a hiú ábrándok, vagy utópisztikus ábrándok, hogy majd itt a különböző konfliktus, ez egy liberális tétel volt ugye a 90-es évek elején, a történelem véget ér, és világszerte, vagy nyugati civilizáció szerte a liberális demokráciák győzelme jön el univerzálisan. És az látható, hogy nem jött be ez a jóslat, a konfliktusok nem értek véget, a liberális demokráciák nem győzedelmeskedtek világszerte, és a történelmet azt nem lehet megszüntetni, mert a történelem az annyira fontos, és a múltunk az annyira fontos, hogy kitörölhetetlen, kiradírozhatatlan. A mai politikai mozgások, ugye a liberális mondás az volt, hogy egész egyszerűen a világszerte történő politikai egységesüléssel és a nemzetek megszűnésével a történelmet is magunk mögött hagyhatjuk. Na most ebben a helyzetben kell a konzervatívoknak megtalálni azokat a fogódzókat, amelyek erősíthetik ezt az oldalt. Én úgy látom, hogy pontosan azokhoz az értékekhez kell visszatérnünk, amelyek majd a CPEC konferenciát is jellemzik, az Isten, haza, család hármas egységét, a civilizációnk zsidó-keresztjén hagyományét, a nemzeti identitás fontosságát, az állami szuverenitás fontosságát és a családnak a védelmét kell újra felfedeznünk, újra megtalálnunk, és ezeket az értékeket és valós gyakorlatokat a különböző kihívásokkal szemben megvédenünk. És ezért, hogyha most így a beszélgetés végén még ezt ide csatolhatom, ezért nagyon nagy büszkeség az Alapjogokért Központnak, hogy megrendezheti ezt a rendezvényt. Olyan felszólókkal, ahogy említettem, mint többek között Magyarország miniszterelnöke, de akár az osztrák jobboldalnak a vezetője, a belga jobboldalnak a vezetője, online videóüzenetben itt lesz velünk a spanyol jobboldalnak a vezetője, felszólalnak én lesznek a konferencián olasz, francia politikusok, amerikai politikusok, újságírók, influencerek, olyan nagy nevek Amerikából, mint Candice Owens vagy Ben Felgason. Tehát itt lesz a konzervatív crème de la crème, és mindannyiunkat az köt össze, hogy az előbb említett hármas egységben, az Isten, haza, család hármas egységében hiszünk, és ezt meg akarjuk óvni. A rendezvény tehát május 19-20-án lesz, ez, ha jól számolom, jövő hét csütörtök és péntek. Bárki becsatlakozhat-e, bárki érthetően meg tudja-e hallgatni az itt elhangzott előadásokat, tehát hogy van-e magyar tolmácsolás, vagy a híradásokból lehet majd tájékozódni arról, hogy mi minden zajlott a négy fal között? Is, természetesen. A honlapunkon, illetve a CPEC Hungary-nek a honlapján lesz majd lehetőség regisztrációra. Férőhelyek azok nyilvánvalóan limitáltak, egy konferencia központba szervezzük meg a Bálnában a rendezvényt, de az egész rendezvényt online fogjuk végig közvetíteni, illetve a kiemelt média partner lesz majd a Kesma, illetve a MediaVerse csoporthoz tartozó és a Kartefemmel együttműködésben működő Hír TV is, tehát akinek esetleg nem sikerülne a regisztráció, az fogja tudni nyomon követni az egész rendezvényt természetesen.